kívánok, köszöntjük kedves nézőinket! Most rendkívüli híreink következnek. Léteznek-e szörnyek? Igen, egy fejetlen szarvas elzavadult a városba. Már is kapcsoljuk tudósítóinkat, akik a helyszínről jelentkeznek. Mi is üdvözlünk minden kedves nézőt innen a városi labor elől. Az a feltételezés érkezett el hozzánk, hogy nemrégen kiszabadult innen egy génmanipulált szarvas, amit egyébként a szegedi állatkert szállítanak ide. A titkos forrásainkból arra is értesültünk, hogy ezt az állam fejlesztette ki háborús övezetekben vetné be, mint fegyvert. Ennek a rejtének járunk most utána itt a belvárosban, illetve bizonyítékokat gyűjtünk. Telefonos bejelentés alapján érkezett az információ, miszerint egy nagyon fiatal testvérpár, akik egyébként most itt állnak mellettünk, látta a szörnyeteget. Lányok, ti hogyan éltétek meg ezt a borzasztó tragédiát? Rosszul. Hát igen, hangosan végigtrapolt az utcán. Mint a kövek estek van ezekből. Igen, nagyon hangos és volt. És mindent szétszedett. Igen, letört az ágakat, meg megrongálta a házakat. Lerajzoltam. Körülbelül így nézett ki. Köszönjük szépen nagyon a segítséget. Mi köszönjük. Megérkeztünk következő szemtanunkhoz, akinek a kutyájával történt egy szörnyű baleset. El tudnál mesélni, hogy mi is történt? Hát szörnyű volt, akkora volt a szörny, nagyon ijesztő volt. És akkora volt, nagyon. De mi történt a kutyával? Hát értem. Szóval összegezzük, hogy eddig mit tudunk. Két kislány halálra rémült, és valószínűleg elpusztult egy elég nagy termetű kutya. Viszont nem állunk meg itt. Keresünk további nyomokat. Itt járunk éppen a Gellért fürdőnél, és a szörny is itt járt, pont előttünk ment el. A hullámmedence felét kiitta egy kortya. Ez miért, ez hogy is történetet, hogyha ugye nincsen feje? Tulajdonképpen a génmanipulációnak az alapja, hogy állatok különböző tulajdonságait ültessük egybe, és valahogy ennek a kutatócsoportnak sikerült a rénszarvasba beleaplikálni azt a képességet, ami alapvetően a békák tulajdonsága, hogy a bőrükön keresztül képesek vinni. Na, ezt 2 másodperc alatt megtette, úgyhogy kiitta a medence felét. Elnézést, hölgyem, ön látta a fejetlen szarvast? Nem láttam, de már hallottam róla. Tudna mesélni nekünk róla pár szót? Igen, tudok. Nekem a nagyszüleim közül megapám. Ezek voltak rendkívüli híreink, legközelebb este 6-kor találkozunk. Köszönjük a figyelmet!